Ismét jeles eseményt tartott a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület, valamint az FTC baráti kör. Friedmanszky Zoltánt 80., Vépi Pétert 65., míg Pogány Lászlót 60. születésnapja alkalmából köszöntötték. A Ferencvárosi Tornaklub képviseletében Nyíri Zoltán operatív igazgató gratulált három legendás klasszisunknak. Először is köszönet jár Takás Tibornak, aki az Egyesület vezetője, hogy nem feledkeznek el ezelől, ápolják a hagyományokat. A Ferencvárosban annyi legendás sportoló van, hiszen számtalan olimpiai, világ és Európa-bajnokunk van, és számtalan fantasztikus labdarúgónk volt, és van is. Azért fontos, mert ha az ember nem emlékezik a múltjára, vagy nem tudja, hogy kik rakták le az alapokat, akkor elfeledkezhet arról, hogy hogyan építse a jövőjét. Friedmanszky Zoltánnal, Vépi Péterrel, valamint Pogány Lászlóval a múltról, a jelenről, a nagy sikerekről és a fradizmusról beszélgettünk. Ez nagyon jó kezdeményezés, úgy érzem, hogy akiket itt köszöntenek, az mindegyik megérdemli azt, hogy fölköszöntsék. Mindegyik sokat tett a Ferencvárosért, ki előbb, ki később. Úgyhogy mindegyiket jó ismerem, mindegyiket szeretem, ők is szeretnek engem, is azért vagyunk itt. Én 60 éve a Ferencvárosnál vagyok, nyugodtan mondhatom, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt a 60 évet ilyen baráti társaságban, ilyen légkörben, sok szeretettel, mint ez a mai nap látható is volt, nagy boldogság számomra. Nagyon, nagyon jól éreztem a Ferencvárosban magam, és jelen pillanatban is, csak egy kicsit lenne eredményesebb a ma játszó 11. Dzsiborás Gabit oda kötöztünk egy kupához, meg a csomagot felraktuk, mászott a csomag után a reptéren, de ez is a Gabival történt. Mondjuk kapusokkal több ilyen események történtek, vagy neki mentek az ajtónak, üvegportál ajtó. Rengeteg ilyen sztori van. Szó szerint barátok voltunk, mert csak akkor jön össze egy csapat jól, hogyha mindig együtt van. Szóval nem csak a pályán kívül is ugyanúgy össze kell tartani.